Hello! Megint itt voltam, ez itt a főiskola. Nem volt itt az Iván bácsi, a másik Iván bácsit láttam autóval jönni. Egy kis gonosz az Iván bácsi. Másikat láttam jönni, majd nem ide jön, ő szerintem máshol egy. Meg nem volt nyitva ez a főajtó, úgyhogy az oldalajtón mentem be, én iskola van, odaadtam a kisgyerekeknek, majd ők odaadják az Iván bácsiak, vagy a head teacher bácsiak holnap, de majd holnap jön a head teacher bácsi, vagy egy másik bácsi van, az odaadják neki, mert most szeretném, ha ők is responsible-ök lennének valamiért, jó, mert olyan kis aranyosak, szeretném, hogyha ők is érednék, hogy fontosak itt. De, mert elég volt. Tehát itt csak szólok, a rendőrfőnök úr bácsi, aki nagyon ügyesen beült a mobiltelefon javító üzletbe, lementette mindig a mobiltelefonokról az aktuális hazudgációkat, kiteregette az összes rendőrről, fekete-fehér tarka, fekete nincs egyébként, csak fehér meg tarka, hogy kikivel csúnyáskodott, egy pillanat, meg kikinek a nejét üldözte, mert itt, ha van 20 rendőr, egy összeszed egy nejet, és 19 másik is azt szeretné szerezgetni. Emiatt kitört a botrány, a feketék próbálnak így finoman egyeztetni. Én már voltam itt ebben az iskolában ez ügyben, már beszéltem a head teacher bácsival személyesen, ő már ismer engem, de emiatt én nagyon bízom bennük. Ők itt szoktak balhét csinálni, mert ők sakba tartanak gyerekeket. Úgy értve, hogy itt tartják őket az iskolába, fürdetik, meg altatják, meg elviszik őket házakhoz, amíg apa meg anya észhez nem tér. Jó, mert a másik iskolába is nem kell idegeskedni, mert csináltam azt a videót, a vicces. Be vagyok rúgva, és nem a gyerekemet viszem haza. Semmi gond, mert nővérek szokták őket követni, meg ilyen óvónők, és visszaviszik a rossz gyerekeket. Nem kell idegeskedni, ilyen nagy népi oldalt üzemeltetünk. Észhez kell térnünk itt az alkoholistáknak, meg a hazudgáloknak. Jó, mert némelyiknél elgurult a gyógyszer. Jó, de nem kell idegeskedni. Mi a cigányokkal és a rendőrség mobiltelefonos szakemberével sakba tartjuk a társadalmat.